Romhalmaz és szeméthegyek. Ez a látvány fogadja azokat, akik belépnek a kettes számú rendelőintézetbe. Bár a köznyelvben zöldesztékának hívott épületbe leginkább hajléktalanok járnak, mint azt a fekvőhelyek is bizonyítják. A helyzet azonban a tervek szerint hamarosan változni fog. A város lakói szerint ideje volt rendezni a helyzetet. Ez a régen nagyon kihasznált épület most egy szemétdomb lett, tele férgekkel, patkányokkal, limmel, lommal, és remélem hamar visszanyeri a régi fényét. Az én véleményem az, hogy lehet, hogy előbb kellett volna ezt megtenni, még mielőtt le nem pusztult ez az egész épület, tehát hogy hasznosabbra kellett volna éppen felhasználni. Egyrészt örülök, nem tudom, hogy mi lesz a további fejlemény ebben, hogy milyen célra fogják megvásárolni. A zöld STK épülete a 6-os számú választókörzet területén van. A körzet önkormányzati képviselője Iván László elmondta, már megválasztásakor zászlójára tűzte a megrongálódott épületügyét. Ám a helyzet megoldásához szükség van arra, hogy visszakerüljön az épület az önkormányzathoz. Mint mondta, amint lezajlik az adásvétel, azonnal munkához fognak látni. Az első feladat az épület lezárása. Ajtókat lezárjuk, és az első emeleti ablakokat végig be fogjuk rácsózni, hogy ne tudjanak még ott se bemenni. Ugye ez a legfontosabb. Aztán, amikor az rácsozás megtörténik, persze természetesen párhuzamosan megkezdődik a kitakarítása ezeknek a helyiségeknek, ezeknek a szobáknak, azért azt tudni kell, hogy kb. 6000 négyzetméterről beszélünk, tehát ez nem egy kétnapos folyamat lesz. Az ingatlan későbbi hasznosításáról több elképzelés is van. Mindegyikhez az első lépés a megvásárlás, a második a rendbetétel.